2016. november 8-án lesz Amerikában az elnökválasztás, ahol két erő, Hillary Clinton, illetve Donald Trump fog egymásnak feszülni. A tőzsdék korábban nagyon jó indikációt adtak arra, hogy gyakorlatilag melyik elnök kerülhet ki győztesként a párviadalból. A választásokat megelőző 90 napban, hogyha az S&P 500-nak az értéke növekedik, most jelenleg egyébként 2% pluszban van július 5-től, ami a 90 napos határnak az első napja, akkor vagy a meglévő párt, vagy a meglévő elnök fogja folytatni a kormányzást Amerikában. Ez esetben most leginkább Hillary Clinton felé dől a mérlegnek a nyelve. Hogyha ez nem jönne be, akkor nyilvánvalóan a másik elő, ugye Donald Trump lehetne az elnök. Abban az esetben, hogyha bejön a papírforma, és Hillary Clinton fogja megnyerni a választásokat, akkor egy kicsit keményebb időszakra kell fölkészülni a piacokra. Biztosan nem lesznek kegyelt szektorok az egészségügy, vagy például a pénzügy, de a megújuló energia, úgy mint a napelemek, vagy a szélerőművek, ezek mindenféleképpen Hillary Clintonnak a kegyelt szektorai. Ha a másik erő győzne, Donald Trump győzne, akkor egy viszonylag sokkal volatilisebb piacra kellene fölkészülnünk. Ő ugye gyakorlatilag nagyon populista érvekkel jutott el oda, hogy elnök jelölt legyen, így mindenféleképpen a hadiparnak jó lenne az ő elnök jelöltsége, illetve a pénzügyi szektort is jelentős mértékben gyengíteni a pénzügyi szektornak a szabályait.